Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát és mit fog tenni? Először megnézzük, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. Itt az utak jelenthetnek egy találkozást. A sors utatok kereszteződik. Ez az út lehet egy döntés is. Például egy kirándulás a hegyekbe. Vagy lehet egy közös életút tervezése, amit szeretne a téli hónapokban megvalósítani, mert ez a hegy, mint időkártya, utal a téli hónapokra. Persze, azt is jelenthetik a képek, hogy ő tervez egy új irányt, de itt még vannak akadályok. És hogyan érzi magát? Ez a kép jelenti a gyors mozgást. Viszont a fa utal a türelemre, hiszen a fának is szüksége van időre, amíg gyümölcsözik. Tehát van, amikor sietetni akarja a dolgokat, a másik pillanatban pedig úgy érzi, hogy várnia kellene, amíg ezeket a döntéseket meghozza, hiszen itt még vannak akadályok. Ez a lovas férfi lehet egy férfi, egy barát, egy ismerős, vagy egy kolléga, és a fa jelentheti az egészségügyi témákat. Vagy van jobbulás, és előre mennek a dolgok, vagy az is lehet, hogy van egy barátja, aki jelenleg betegeskedik. Vagy benne van egy bizonyos helyzetben, ami betegíti őt, mert valaki zavarja, és itt szeretne ebből a helyzetből kilépni, hogy legyen mozgás. Ez a kártya utalhat sportra, autóra, változásokra, mindarra, ami mozog. És mit fog tenni? Itt a halak jelentik az anyagi dolgokat. És itt a kislány kezében van egy 4 levelű lóhere. Itt van nyeremény. A képek azt is jelenthetik, hogy te értékes vagy számára, és szerencse van, boldog veled. És mi fűz össze benneteket? Itt látható a nap. Ez jelenti a vonzalmat kettőtök között. Azt is, hogy megvilágítja az élet utat, tehát tudni fogja, hogy mit akar, vagy láthatóvá tesz téged, és ő mozgásba jön, úton van hozzád, akkor is, ha vannak még akadályok, ő azért türelmes, de szeretne téged hamarosan látni. Itt megjelenik az anyagi helyzet, a nyeremény, a szerencse. Lehet, hogy segít neked anyagilag, vagy jelenti a belső értékeket. Nyíltan közli majd veled, hogy te értékes vagy számára. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!